Köszi nektek! Ugye mai napon lehet inni, enni, szórakozni, leányoknak udvarolni! Az ország értékeit, különlegességeit mutatták be a Szépasszonyvölgyben. Karcagi birka pörkölt, bajai halászlé, csabai kolbász, gundel, palacsinta. Néhány a második Hungarikum pikniken kóstolható fogások közül, amelyekre méltán lehet büszke az egész ország. A lényeg az, hogy egy teljes birkát készítünk el, azt feldaraboljuk, mi készítjük, ugye a főző dönti el, hogy mennyi fagyú maradjon benne, mennyi zsírral készíti fel. És nagyjából az arányok, tehát az, hogy mennyi paprikát, mennyi sót, mennyi fokhagymát teszünk bele, ez ugyanolyan exakt dolog, mint egy torta készítésénél. A bajai halászlé is hamar elfogyott. Nagyon egyszerű az elkészítési módja. Itt most Egerben a bajai halfőző lovagrend tagjai főzik, úgyhogy biztos, hogy a legjobb minőséget fogjuk kínálni a vendégeknek. A bajai halászlének a titka, hogy gyorsan elkészül, nem passzírozzuk, és tésztával tálaljuk. A piknikre a 2 éve Hungarikummá nyilvánított egribi kavérvárosa hívta meg az ország többi hungarikumát. Amikor 2 évvel ezelőtt a Bikavér Hungarikum lett, akkor találtuk ki, hogy mi lenne, hogyha a friss Hungarikum ide meghívná egy helyre erre a gyönyörű történelmi pincesorra a nagy hungarikumokat, a nagy gasztrohungarikumokat, és ha valaki ide kilátogat, akkor nem kell az országot végigjárnia Karcagtól egészen mondjuk Békés Csabáig, hanem itt egy helyen tudja ezeket az ételeket megkóstolni. A helyi ízek utcájában Eger környéki gasztronómiai különlegességeket kóstolhattak meg a résztvevők. Egy komoly összefogás van a Szépasszonyvölgyi Pincészetek, a Szépasszonyvölgyi Vendégvárok Egyesülete és a Média Eger Kultúrma Divíziója között. És hát itt tulajdonképpen vendégül látjuk a legkiválóbb ételek készítőit, és a környék is szerepel. A gyerekek a játékparkban tehették próbára ügyességüket, emellett a Máraiban Hungarikum kiállítással várták az érdeklődőket.